Szeretném megmutatni a tévénézőknek, hogy milyen barbár cselekedetet követett el, vagy követtek el valaki, vagy valakik. Lyukakat fúrtak két amerikai körisbe a Balázs Deák utcán a garázssor mellett, mutatja ezeken a felvételeken Bányai György, a közüzemi Kft. Üzemvezető helyettese. Az egyik növénynek még a kérgét is leszették. A város által ültetett fasorban két fát lassú halálra ítéltek azzal, hogy az egyik fánál körbe megfúrták a fát, és vélhetően valami vegyszert injektálva a lukakba, tehát pusztulásra ítélték. A fakérgének a színezetén is látszik, hogy a növényt leöntötték valamilyen folyadékkal, és ebből a szabályos sor közzel fúrt lyukakba is öntöttek. Bányai György szerint egyértelmű, hogy a fákat lassú pusztulásra ítélték ezzel, a két növény a telet valószínűleg nem éli túl. Értetlenül állunk az eset előtt, mert azt mondom, hogy ha bárkinek bármi gondja, baja van a közterületre kiültetett növényekkel, nem ez a megoldás, hogy önhatalmúan, barbár módon lassú halálra ítélek növényeket. A történtek azért is számítanak megdöbbentőnek, mert az elmúlt években hasonló esetre nem volt példa a városban. A Gyulai Közüzemi Kft. Az ilyenkor szokásos eljárásnak megfelelően ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen környezetkárosítás miatt. A mi álláspontunk szerint az elkövető vagy elkövetők cselekedetükkel körülbelül egy olyan 150 ezer forintos kárt okoztak az önkormányzatnak. Egyébként ezt majd a szakértő fogja elbírálni, hogy ez a 150 ezer forint ez ennyi, vagy esetleg 200-300 ezer forint lehet az okozott kár. Ha valakinek a közterületen álló növényekkel gondja van, kivágási engedélyt kell kérni, és ha ez a szándék indokolt, a megfelelő pótlás mellett az engedélyt meg is adják.